Mi van, ha nem is arra gondolt a költő? Honnan tudjuk, mire gondolt a költő? Kisfiam, ez belemagyarázás, ülj le szépen az ülőgumódra. Egyes. Sziasztok, ez itt a nem kötelező olvasmányok. Tudjátok, olvasni nem kötelező, de buli. Mondja már meg végre valaki, hogyan lehet egy verset elemezni, és hogyan nem lehet egy verset elemezni. Igazából az irodalomban az a jó, hogy még a legindokolatlanabb belemagyarázás is hasznos lehet. Mert például ki mondja meg, hogy miről szól a Hamlet. Ha meg tudnánk mondani, akkor Shakespearenek nem kellett volna megírnia. Szól egy bekattanó fiúcskáról, szól egy csajról, akit ott hagyott a babája, szól egy zsarnokról, szól egy feleségről, aki hűtlen lesz a férjéhez. Na szóval ne is elemezzünk inkább, mert Nagy László kijelentette, művelt a csodát, ne magyaráz. Viszont ha egy sport hasonlattal élünk, nem tudunk ugyanolyan gólt rúgni, mint Messi, mégis szeretjük magyarázni, újra és újra, egymás szavába vágva mesélni egy-egy jelenetre. És amikor a Boateng lába összeakadt, és a csávó eldőtt, mint egy zsák, és amikor a fél pályát végigcselezte, és amikor a kapus csak bámult egy labda ívét, vagyis az elemezgetés, a magyarázgatás felébreszti a jó kis közösségi érzésünket. Segít egy kicsit közelebb férkőzni ugyanahoz a titokhoz, mint egy tűzhöz, pedig ez a titok végső soron megfejthetetlen. Szóval bárkinek eszébe juthat Ivan Illics haláláról egy zsiráf háton ügető, túrórudit zabáló Tyrannosaurus Rex. Kosztolányi hajnali részegségéről egy rokkant nyugdíjas, akinek piranya rágta le a lábát a feneketlen tónál. Miért ne lehetnének ezek is teljesen jogos értelmezése? Ki mondja meg? De azért egy dolgot lényeges tisztázni. Különböző értelmezések pont olyanok, mint a tóba dobott kő körüli hullámkarikák. A legbelső körön vannak a szövegi szavai, és azoknak a mellékjelentései. Ha valaki leírja, hogy fekete zongora, annak akkor is köze van a gyászhoz meg a halálhoz, ha a legtöbb zongora tényleg fekete. Ezért csinálta Adi. Ennél egy kicsit kíjebb vannak mindazok a dolgok, kíjebbi körökön, amik a költőről tudhatók, vagy amit mások leírtak korábban, pont ilyen témákban, a költő meg elolvasta, vagy elolvashatta, vagy másoktól hallhatta, vagy budifalára firkával láthatta, vagy egy slágerben hallhatta, stb. És ahogy egyre kíjebb haladunk, egyre vadabb értelmezések jöhetnek. És ez nem gond, ez nem probléma. Ugyanakkor a belső körös értelmezés nem külső körös, és fordítva. Ám a legkülső is mond valamit a műről, biza. Mégpedig azt, hogy nekünk mit jelent most ebben a pillanatban. Teve háton vasaló nagyika lila köntösben. Arany balladái pölő csupa horror mesék. A Zács Klárában a királynő aljas módon rászabadítja Kázmér nevű kanos fiacskáját a Zács Klára nevű még szűz udvarhölgyre. Utána szörnyű vérbosszú következik, ahogy kell. Diákok lettek figyelmesek arra a mondatra, miszerint Klára teljes egy órája nem került elő az eset után. Aha. Akkor talán ő is benne volt a mókában? Hiszen egy röpke erőszakban mi tart annyi ideig? Ezt az értelmezést én azért a legkülső körre tenném zsiráfok, meg dinók, meg lila pongyolában vasaló, tevehátas nagyikák közé. Klára igazi áldozat. Az apját kéri, hogy őt ölje meg, mint aki tisztátalan. Vagyis teljes egy óráig rettenetes krízise tartatott, nem valami egyepegy tanulság. Érdemes nem összetéveszteni a megerőszakoltat és a laza parti macákat. Az értelmezés viszont rámutat egy fontos dologra. Mennyire hajlamosak vagyunk azt is hibáztatni az erőszakért, aki elszenvedte. Azért ez durva, nem?